Thank you. Valami nagyon izgalmas dolog fog történni, gyerekek, most csekkoltam be. Sziasztok! Ez ismét egy hotel bemutatós vlog lesz. Megmutatom Bali tengerpartjainak az egyik legdurvább rooftop infinity poolját. Oh, thank you very much. Welcome. Mennyit kellett a kamerához jönnöm és miért? Mert megint egy kérdést tettem fel, azt, hogy kérhetek egy upgrade-et egy lakosztályra. Megkérdezték a menedzsert, és megkaptam. Megint mi a tanulság? Az, és ezt annyi blogba szoktam elmondani, hogy csak kérdezzünk, csak kérjünk, merjünk kérni. Úgyhogy nagyon sem megmutatom itt nektek ilyen vlogos stílusban, hogy milyen ez a lakosztály, utána pedig jöjjön pár b-roll róla. Itt ugye az ágy, a Fox nevű hotelbe, gyönyörű az egész. Szevasztok! Fürdőszoba, tényleg nagyon szép, felül ott van az első egy kád, és nem csak egy kádam van, nehogy azt higgyétek, van egy ilyen is. Egy kis jacuzzim! Mennyire poén, hogy így összehajtják a törülközőket, a másik hotelben is így volt. Tisztára emlékeztet a kínai hotelre, hogyha nem láttátok azt a részt, akkor kattintsatok ide és nézzétek meg, és ugye így körbe tudok menni. Láttátok, ott jöttem be. Kellemes. Én azt mondom, hogy... kettő dolog hiányzik. Nem, igazából egy dolog hiányzik, az pedig egy nagy terasz, hogy a tengerre nézzek, tehát igazából a tengerre tudjak rálátni, és a terasz, ez a két dolog hiányzik, de szerintem lehet, hogy ez a hotel nem pont olyan, viszont van egy rooftop bar, úgyhogy azt is meg fogom mutatni, most jöjjenek a b-rollok, és megmutatom, hogy milyen ez a hotel, Jimbaran, Balin, jöjjenek a b-rollok. Most pedig menjünk fel a tetőre, ott is lesz pár dolog, amit szívesen mutatnék nektek. Mégpedig ezt! Nézzétek, micsoda durva rooftopja van ennek a helynek. Ez volt az egyik indok, amiért ezt választottam. Tényleg sajnálom, mert hogyha megnézitek, a szobákat itt vannak mögöttem, tehát hogyha megnézitek, akkor ugye valamiért úgy építették a szállót, hogy nem a tengerpartra néznek, mert ugye látjátok, itt van a gyönyörű Infinity Poolunk, ott egy bár, és messze, ott van a tenger. Amúgy Bali híres az Infinity Pooljairól, lehet, hogy én azért is szeretem annyira, vagy vonzottam ez a helyhez, mert én is nagyon-nagyon szeretem az ilyen végtelen medencéket, főleg ami valami magasabb helyen van. És igen, mindig álmom volt, sajnos olyan helyre nem tudtam elmenni, ahol egy ilyen erdőbe vagyunk tényleg a mindennek a közepén, de ez valahogy úgy hasonlít, hiszen látod egy kicsikét a vizet is, és vannak pálmafák, vannak gyönyörű természeti csodák, úgyhogy meg biztos, hogy fogok itt is b-rollokat csinálni, drónozni, meg pár fotót is. We'll be right back.
Egy kis séta után már itt is vagyok a parton. Itt a part. És hát egyből látjátok, itt van Jim Baran. Ott a naplemente. És hát ahogy ideér így az ember, egyből emlékeztetve van, hogy azért Balin van, tehát ahogy lesétálok, már látni az ilyen kis koszos helyi dolgokat, az út szélén lévő bármit, viszont közte meg az ilyen brutál luxus éttermek vannak itt, úgyhogy ez ilyen kontraszt számomra, főleg Gili után. Hogyha a Gilis vlogomat nem láttátok, akkor kattintsatok ide. Igen, közben sétálok, ugye a nagyon finom amúgy a homokebben sétálok, már kinéztem magamnak egy helyet, amit kipróbálunk, és érdekes nagyon ez az első, amit láttok rajtam, ez az első benyomás itt, ugyanis ha arra elnéztek, ott ugye azt mutattam már a bírólogban is fent, hogy itt van a reptér, hogyha szemfelesek voltatok, láthattátok, hogy azok ott repülők, és most is száll fel egy. Ott megy, ott. Ott egy kutyus, szemba! Úgy hiányzik Szirike. Szóval ez célom is volt. Célom is volt, hogy közel legyek a reptérhez, mert innen szerintem egy fél óra alatt ki fogok jutni. Teljesen más a tengerpart, mint Gilin. Ugye Ubud meg nem tengerparti város. Úgyhogy mivel látom, hogy itt az emberek úszkálnak, mindenféleképpen én is ki fogom próbálni. Most pedig keresünk egy varungot keresek, ahol, ahogy látom, nagyon friss tengeri herkentyűk vannak. Azt próbálom ki. Ez egy olyan, szerintem egy 5-6 perc sétára van a hotelemtől.